éppen asszisztálna a szülésnál. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, ezzel az ujjatokkal nyomjátok meg a feliratkozás gombot itt. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Szia! Jó reggelt! Hello! Szia! Puszi, jövünk! Na, harcol készen mindenki, az Olit rász ki. Figyelj csak, éjjel egykor írtam egy üzenetet a Zolinak. Látom, 4:42. A te drága férjednek, hogyha felébredtek, akkor szóljatok, mert hogy elindulunk mi is. És most már aggódtam, hogy esetleg nem jön be a Zoli a saját gyereke születésére. Jó. Hát Andi írt neked, az semmi reagálás. Na szóljál, hogyha föl kell. Jól van? Jól van? A Zoli? Nem. Tudod, nem az a lényeg, hogy... Simogatt? Nem az a lényeg, hogy te hogy vagy, Zoli hogy van? Föllocsoljuk? Jó. Jól vagyunk, megyek. Na, mennek Andiék, szia. Jaj, de sziasztok. Kész a szülésre? Jó, hosszú részem az a belga. Jó, sok almás. Jó. Úgy izgulok egyébként. Ritkán fog el az a érzés, de most... Ezt nagyon elkapott? Nagyon. Teljesen más érzelmek dúlnak ilyenkor az emberben, hogy apa lesz nem sokára, másodjára. De miben más, hogy így másodjára? Ezt sosem lehet megszokni szerintem, tehát mindig várod azt, hogy hogyan fog kinézni, kire fog hasonlítani. Éles, én nem iszok, mert az apusod megeg. Hát én mondtad, hogy sokat iszol. Jaj, de cuki! Jaj, de tegyük el így! Túlpörög, túlpörög! Cukor nélkül, hogy szoktál inni kávét. Kérem szépen, itt 100% kiszolgálás van a hajnalban, minthogyha én mennék a szülőszobába. A hajnalban így... Hát te is jössz, ugye, úgy tehát. Akárhányszor így megfordultam, mi van? Amúgy voltak fájásai, tehát... Nagyon, annyira görcsöt a hasam, most meg semmi. Ében is tudja, hogy itt van a nagy nap, eljött az idő. Hát érzem a kispapáknak igazából mindenfajta aggáját, izgatottságát, félelmét, a hangomon is szinte lehet hallani. Éjszaka semmit sem aludtunk. Vagy legalábbis te, mint kispapa, nem? Hát szó szerint semmit, a képek magukért beszélnek, látszik rajtam szerintem. De minden rendben lesz, hiszen olyan team csapat vár bennünket, hogy baj nem lehet, probléma nem lehet. Mutasd meg a cuccodat, hogy ilyenkor ugye, mert mindig a kismamáknál nagy kérdés. A legfontosabb most. Az ősejdoboz. Ja, hozod az ősejdoboz. Hát ugye ezt nem szabad itt hagyni. Halloween, papucs, fogkefe, fogkrém, deszador, ilyen pipere dolgok. Ugye szükséges a óriás bugyi. A micsoda? Az óriás bugyi. Ugye? De annyira fitten mozog. Legugol, fölállt, tök könnyed. Ez akkor egy hány hetes pocak? 39, 7, 3 nap. Kettő nap. Én aranyórát szeretnék, nagyon tiszteletesen. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. Voltam meg szerint, egyébként akkor is bejelentkezünk majd. Megy a drúg, mindenki írja. Szóval te elég jó helyen vagyok? Tökéletes. I could wait for a thousand years, but it won't do us any good. Nem tudom, ezt be kell hozni. Szerintem hozzuk be, igen. És akkor majd mindjárt. Apuka annyira zavarom, hogy már kivettük az összes cuccot. Köszönöm a segítséget. Apuka annyira zavarban, hogy már az összes cuccot kipakoltuk a csomagtartóba. De nem a félő miatt, hanem ugye érkezik a második gyermek. Persze, a helyzet. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Minden kismama, aki jön születésnapra, jön szülni a osztályra. Születésnapra. Itt szoktuk velük találkozni. Itt vesszük föl egyébként a szülőszobára, a korlapok, ambulánslapok kiállításai történik.
első feladatunk az lenne, hogy átöltözünk Halloweenbe, szülőszobára vegyük elő a benti papucsot, jó? Köntös kérném szépen, egy kicsit majd a hajunkat összefogjuk. Köntösünk van? Jó, igen, van. És van akkor... Igen. Ja, jó. Igen, van. Kül leesett a szívemre. Jó. De nyilván ezeket a technikai részeket mi sem fogalmas tudjuk, tehát a kismamák, szülésznők sokkal profibak ebben, hogy köntös kell, hogy Halloween. Igen, kell. Meg biztos megbeszélted a szülésznével, hogy amit igen, a szülőszobára, oda vagy őrzőbe a kis csomagot, elég az egyelőre ide, jó? Jó, akkor kezdhetjük is. Itt van nekünk egy kis öltöző, jó? És átkerüljük ezt a rohadt. Mindent le kell venni, hol van vagyok ez a csillagom, jó? Most hova viszed a cuccait, Zoli? A szülőszobára. Megyünk. Fölhív a menikőt, a szülésznőket, családi barátunkat, hogy nyissa ki a szülőszobát. De szerintem itt van is lesz, hogy nem is. De idegesíts már, 115/60. Igen, 115/60. Igen, ez belül. 115/63. Elég kétségbe van eső, hogy még nem vagy előkészítve. Igen? Igen. De mit tehetünk róla, mondtam? Csak mi, egyedül. Jó, köszönjük szépen! Erika, mi felmegyünk! Na, köszönöm szépen! Jó, majd a gratulációk le tudjuk! Minden jót kívánok! Várjál, jó, Adana! Sok sikert! Én hatok! Persze, hát egy kortyot, persze. Csak nincs még vízünk, majd veszek. Yeah. Nem hoztunk. Semmi. Fogácsom. Mindenre sosem lehet készülni. És még pisilnem is kell. Nem baj, katétert mindjárt megkapod, és akkor no, utána nem kell. Pedig a katéter, hova legyen? Katéter. Nem baj, előtt, ha pisilnem ki. Jó, menjél. De jó illat van! De jó illat van! Jó, Adának ez volt a kifejezett kérés. A British Spears a kedvence, és ő végig British Spears szeretne hallgatni, hogy oldódjon a feszültsége. Ráhangolódjon! A műtéti körülményeket egy picit lazítsa. Jó, de a menni, sietni kell egy is. Jól aludtál? Én jól, Zolinál. Jó, azt gondoltam. Nem is erről szól mai nap, hogy jól aludjon. Na, jól van. Köszönöm, az a feladatom, hogy... Alig várom már. Come back soon, you are my missing boy. I know that you'll be you. De mindegy, szúrt meg bárkóval. Ennyi, az jobb lenne. Szúrjuk meg. Ilyen háthalni segít. Átvenni szolidaritásból. Átvállalni a minden egyes fájdalmát, kellemetlenségét. És egyébként lehet, hogy jobban is járnátok, mert a Jordán szerintem simán asszisztálna a szülésnél, amilyen nyugodt. Pszichésen jobban bírja ezeket a tényezőket. Mennyi volt? 115/70. Ó, Jordán. A múltkori adásban mi ezt megbeszéltük, de azért még egyszer elmondjuk, hogy ugye nyilván kérdés lesz, hogy mi volt az indikációja annak, hogy itt a második terhesség is császárral. Ugye alapvetően a legfontosabb indikáció egy enyhe mélyfejlődési rendellenesség. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same. Az ősejtes dobozt szorongatom itt a kezemben. Nagyon fontos minden kispapának, hogy legyen náluk szülés előtt alatt, mert mi is majdnem otthon felejtettük, akkor vissza nem térő lehetőség és alkalom, úgyhogy kézben. Mert az csak addig a 2 percig élő dolog, úgyhogy... Visszük a műtőbe, és akkor a kollégáim pedig teszik a dolgokat, és leveszik majd a köldögzsinórját, illetve a zsinort.
Az ősejtes doboz kispapa feladatok. Kötelező házi feladat. Mi a spinál és az ebben között a különbség? Hát igazából altatorvosi feladat és tevékenység. Tehát általában kismama kérése altatorvosnak a véleménye alapján EDA szúrását követően még adagolható majd a gyermekágyban a fájdalomcsillapító. A spinál az a fájdalomcsillapításra tehát van? Tehát igazából milyen rétegekben hatol be? Szúrás, az epidurális, meg felvezetik a kanül, és azon keresztül adagolják a fájdalomcsillapítót. A spinálnál teljes érzéketlenség, az epidurálistán már műtét után van mozgás. Fel is lehet állni rögtön, a spinál után... És mikor függ, hogy melyiket választja valaki? Ez igazából altatorvosnak a tevékenység, a kompetenciája, ők döntik el. Egyszer ez egy ilyen technikai különbség. Van epidurális érzéstelenítés, akkor ezt el szokták mélyíteni egy hatékonyabb szerrel, és akkor úgy viszik a műtőbe. Tehát nem spinális érzéstelenítés történik, hanem az epidurális mélyítik el. Hát drága, te mit szülésznő vagy, te is, mint a kispapa, hogy jobban izgulsz, mint a mosolymami? Hát én még ennyire soha nem izgultam szerintem, talán ez ránál. Totál, te, á, szörnyű. De hogy nagyon izgulok. Tárgyak? Hát az, hogy ugye... Egyértelmű, hogy mivel ő is a kis tündérkeresztfiam lesz, hogy minden rendben legyen. Úristen, tehát egyébként is minden kismamánál, de itt meg... Hatványozottan így van. Britney Spears-t hallottuk, mert hogy? És ilyen citrusos illatok szállnak a levegőbe. Levendula, citrom. Igen, tehát, hogy ez egy provanszi hangulat. Ez volt az álom, vagy egyszer így? Igen, hát mondta Erika, hogy vannak ilyen lehetőségek, és akkor most élek vele. Ezrával még valamilyen szinten, mint szülők tapasztalatlanok voltunk. A másik az már gyakorlat. És most már tudjuk, mik azok a lehetőségek, és miket tudunk igénybe venni, úgyhogy ezekkel élünk. Ez olyan, mintha szaunáznál valami wellnessben ez a nyomalapban. Jó, de ne imád szaunázni. Egy felöntés után. Mindig. Felöntés után, most beöntés. Most nem volt, de... Beöntés helyett felöntés. Megnézem, hogy áll a műtő. És hogy ez a Gyerekkori kedvenc. Itt van a kedvenc főorvosunk, a papfőorvos, osztályvezető főorvos. Jó reggel! Aki asszisztenciában méretetlenül sehogy. Sehogy. Gyakorlatilag izgalom a tetőfokára hágott. Úgyhogy első kisfiamnál is főorvos volt előlegesen, és se a műtőben. Oké. Mi az, hogy ez izgalom? Micsoda, mit beszéltek meg? Az ősejtelmétet. Ősejtelmétet. Hol veszhetjük? Kézzel állom, gyere. Az igen. Köszönjük szépen. Érdeklődés. Tessék, apuka? Az ilyenkor mindig azt szokták csinálni, egyébként érdekes módon anyukák sokkal kevésbé izgulnak, hogy tudják, hogy mi lesz, hogy lesz, felkészültek. Apukákkal már volt olyan, hogy a baleset sebészeten kötött ki. Különleges helyzet, mert ő még szülész is, tehát ő mindent tud, ennek ellenére elmondásunk éjszaka nem aludtak szintesen. Ez valami randi? Most. Nagyon igen, egy ilyen ismerős randi. Ismerős randi? Vak randi. Hogy vagy szívem? Én kicsit izgulok. De most már feloldottam. Most már nincs izgalom. Most már a besütőből. Thank you.
keresétek az anyukáinkat és a sztármamikat. Na, ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Most itt, vége! Itt.